Tisztelt debreceni polgárok, kedves barátaim, és minden kedves vendégünk, aki az interneten keresztül most láthat bennünket. Debrecenbe jöttünk ma nemzeti történelmünk számos jeles eseményének színhelyére. Örülünk a város fejlődésének, örülünk annak, hogy ez a város egyre szebb, sok sikert és jó egészséget kívánunk Debrecen minden polgárának. Azért jöttünk ma Debrecenbe, hogy emlékezzünk az államalapításra, emlékezzünk Szent István ünnepére, de beszéljünk a máról is, a békéről, a háború ellenes küzdelemről. Az államalapításra emlékszünk, és Szent István előtt, első királyunk előtt hajtunk fejet. A magyar ember, mint tudják, ezen a napon szegi meg az új kenyeret is. És ez a gesztus köti össze a mát, a mai valóságot történelmünkkel, és ez a gesztus teszi közös nemzeti érzésünké augusztus 20-át. Itt Debrecenben, itt ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani a magyar vidék népének, a magyar mezőgazdaságban dolgozóknak, a parasztembereknek, a magyar agrárértelmiségnek, mindazoknak, akik az élelmiszeriparban dolgoznak. Szeretnénk megköszönni azt az áldozatos munkát, a nehézségek leküzdését, amelyen lehetővé tették ebben az esztendőben is, hogy nekünk, magyar embereknek legyen kenyerünk. Köszönjük, büszkék vagyunk erre, és jó egészséget kívánunk. Barátaim, minden évben megemlékezünk augusztus 20-áról. Minden évben ünneplünk, de minden évben másként ünneplünk. Ma olyan időket élünk, hogy nem elég felidézni a múlt dicsőségét. Nem elég azonosulnunk valamivel a múltból. Nem elég vállalni a történelmi eseményeket, bármilyen jelentősek is legyenek. Ma harcolnunk kell. Ma harcolnunk kell azért, hogy a magyar államiság ne csak egy történelmi tény legyen, hanem a magyar államiság megmaradjon. Ma harcolnunk kell azért, hogy Magyarország független maradjon. Ma harcolnunk kell azért, hogy az államiság évfordulójáról ne csak az idén, hanem megemlékezhessünk ma jövőre is, 10 év múlva, sőt, akár 100 év múlva is. Meg kell védenünk Szent István művét, a magyar államiságot. Harcba kell szállnunk a függetlenségünkért. Vállalnunk kell az élet-halál küzdelmet azért, hogy mi magyarok éljünk ebben a világban. Ma más világban körülöttünk. A liberális erők a világban szeretnék felszámolni a magyarságot, eltiporni mindent, ami magyar. Persze, jók vagyunk nekik, ha hajbókolunk. Jók vagyunk nekik, ha szó nélkül elfogadunk mindent, ami nyugati. De abban a pillanatban, amikor mást akarunk, amikor nem adjuk meg magunkat, amikor nem fogadjuk el lelkesen az LMBTQ propagandát, amikor kiállunk a családért, a nemzetért, kiállunk önmagunkért, a gyerekeinkért, akkor már rosszak vagyunk. Jók vagyunk vendégmunkásnak nekik. Jók vagyunk nekik akkor, amikor megvesszük azt, amit itt a boltjaikban, a szupermarketekben árulnak. De ha mi akarunk a világgal üzletelni, Oroszországgal, Kínával, másokkal, akkor már rosszak vagyunk. Amikor mi akarjuk eladni nagy nehezen azt, amit megtermeltünk, akkor megint nem akarnak bennünket befogadni. Jók vagyunk, amikor megszavazzuk az Európai Unió és a NATO háborús határozatait. De rosszak vagyunk abban a pillanatban, amikor nem akarunk háborúba menni, amikor azt mondjuk, hogy számunkra a béke fontos, és nem a háború. Több mint 1000 esztendeje Szent István a nyugati modellt választotta. A nyugati rendet, az akkori nyugati rendet vette át. Mondhatnánk azt is, beleolvadt a nyugatba, de azzal a céllal tette ezt, hogy megmentse a magyarságot. Nekünk ma, több mint 1000 évvel tettei után, meg kell hajolnunk e történelmi tett előtt.
nélkül a magyarság már nem létezne, már eltűntünk volna Európa térképéről. A magyarság megmentése ma is célunk. Ugyanazt valljuk, mint Szent István vallott több mint 1000 éve. De az eszközeink, az útunk már más. Nekünk nemet kell mondani a nyugati modellre. Nekünk nemet kell mondani a nyugati politikai rendre. Nekünk ki kell válni a nyugati politikai és szellemi elnyomásból. Ki kell válnunk, ha meg akarjuk a magyarságot menteni. István üzenete világos volt. Több nyugat, kevesebb kelet. A mi üzenetünk más. Több kelet, kevesebb nyugat. Szent István belépett a nyugat-európai rendszerbe. Tudta, hogy ezzel jár jól, a magyarság ezzel mentheti meg a magyarokat. De vajon mi? Mit nyerünk a mai európai közösségben? Mit nyerünk a mai Európai Unióban? Gazdagabbak lettünk az elmúlt évtizedekben? Úgy élünk, mint ahogy a németek vagy az osztrákok élnek? Megvédte az Európai Unió a magyar nemzeti kisebbségeket bárhol itt a környezetünkben? Hozzájárult ahhoz, hogy autonómia legyen az Erdélyben élő magyarságnak? Hogy jobb legyen a székelyeknek Erdélyben? Megvédte most Kárpátalján az ukránok diktatúrájától a kárpátaljai magyarságot? Vagy megvédett bennünket az Európai Unió a Covid-tól? Vagy megvéd most bennünket a háborút veszélyétől? A válaszunk mindenre egy: nem és nem. Ideje tehát, barátaink, leszámolni azzal az illúzióval, hogy az Európai Unió az egy jó dolog, csak rosszak a vezetői. Ideje elfeledni azt az illúziót, hogy majd jönnek mások. Ahogy a miniszterelnök úr mondja, majd lehet egy német vagy egy francia, aki megváltoztatja a világot. Ez nem fog bekövetkezni. Az Európai Uniót nem azért találták ki, hogy a gyengébbeken, a szegényebbeken segítsen. Az Európai Uniót azért találták ki, hogy a gazdagok, a németek, a franciák és a többiek érdekeit érvényesítse. És mi nem vagyunk elég erősek ahhoz, hogy a saját érdekeinket, a saját nézeteinket rákényszerítsük a nagyokra. Különösen nem úgy, hogy partnereink, úgymond barátaink egymás után állnak át a nagyok oldalára. De másról is van szó. Az Európai Unió nem tudja megoldani a mai kor kérdéseit. Nem tud választ adni a migrációra, nem tud mit csinálni Oroszországgal, nem tudja békésen megoldani a konfliktusokat a térségben. Vagyis az Európai Unió a múlt, az Európai Unió nem lehet a mi jövőnk. Nekünk más úton kell járni. Nekünk magyaroknak az segítene, ha minél előbb új partnerek után néznénk, új barátok után néznénk, új szövetségesek után néznénk, és olyan helyekre mennénk, ahol szükség van ránk, ahol szükség van a termékeinkre, a kenyerünkre, és mindenre, amit a magyar gazdaság ki tud bocsátani. Ahol nem rabszolgaként kezelnek bennünket, hanem emberként. Ahol nem akarnak beavatkozni a mi életünkbe, és nem akarják diktálni, hogy mit szeressünk, és mit ne szeressünk. Olyan országokkal kell barátkoznunk, amelyek megoldást találnak a kor nagy problémáira. Hála Szent Istvánnak, az ő történelmi tettének, a magyarság túlélte az elmúlt évszázadokat. Túlélte akkor, amikor más népek már csak halvány történelmi emlékként élnek az emlékezetünkbe. De a mi dolgunk ma az, hogy megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy mi itt maradjunk Magyarországon, itt maradjunk Európában, itt maradjunk a világban, és biztosítsuk évszázadokra előre a magyarság létét és továbbélését. Barátaim, ma nincs fontosabb kérdés, mint a béke. Ha béke lesz, ha nem lesz háború, akkor van esélyünk a túlélésre. Akkor van esélyünk a gazdasági nehézségek leküzdésére. Akkor van esélyünk arra, hogy egyszer majd úgy élünk, mint az osztrákok, mint a németek. De ha háborúba keveredünk Oroszországgal, ha háborúba keveredünk valamelyik nagyhatalom érdekeiért az oroszokkal, akkor vége. Akkor a Trianonban megcsunkított Magyarországból semmi nem marad. Akkor letörlik az országot, eltörlik a magyarságot a világ térképéről. Sokat mondják,
a magyar vezetők is. Magyarország a NATO keleti szárnyának oszlopos része. Tudják, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amit mi csinálunk Magyarországon, amit megtermelünk, az mind a NATO-t fogja szolgálni. Ha utakat építünk, ha repülőtereket fogunk építeni, ha kórházakat építünk, az előbb vagy utóbb a NATO céljait fogja segíteni. Mert a NATO-nak nem annyira a magyar katona kell. A NATO-nak az útjaink kellenek, a vasutaink kellenek, a légterünk kellenek, a magyar kórházak kellenek, az anyagi forrásaink kellenek, a magyar élelmiszer, a magyar kenyér kell nekik. Mi tudjuk, a jelenlegi magyar kormány nem akar háborút. Többször kijelentették, és elhisszük, hogy nem akarnak háborút. De azt is látjuk, hogy az összes másik szövetségesünk viszont vérszomjasan háborút követel. A lengyelek akkora hadsereget állítottak fel az elmúlt években, ami párját ritkítja a történelembe. A lengyelek háborút akarnak, és nyíltan készülnek erre a háborúra. A szomszédos Romániában újabb hadsereget hoztak létre. Az amerikaiakkal együtt gyakorlatoznak. Mi ennek a célja? Csak egy, beleszordorni bennünket a háborúban. Itt az ideje, hogy elfelejtsük most már a lengyel-magyar barátságot. A lengyel-magyar barátságot felváltotta a lengyel-román barátság, az a szövetség, ami bennünket is háborúba sodorhat. Barátaim, mai napra időzítette a Munkáspárt egy új könyv megjelentetését, a Nem kell NATO 2 című könyvet. Az első könyv már nagyon régen, 28 éve, 1995-ben jelent meg. Akkor még reménykedtünk. Akkor még előtte voltunk a 97-es népszavazásnak. Akkor még messze voltunk attól, hogy Jugoszláviát a NATO 99-ben lerohanja. Akkor még lehetőségünk volt azt mondani, hogy ne lépjünk be a NATO-ba. Akkor még meggondolhattuk volna magunkat. Akkor még cselekedhettünk volna mi magyar emberek. De nem gondoltuk meg magunkat, nem cselekedtünk. Amikor a kormány feltette a kérdést, hogy akarjátok-e, hogy Magyarország belépjen a NATO-ba, akkor a magyar emberek több mint fele el se ment a népszavazásra. Nem válaszolt erre a kérdésre. A kisebbség vitt be bennünket a NATO-ba. Ma is sokan azt mondják, hogy miről beszél a Munkáspárt, miféle háborúról. Hát nincs itt háború, béke van, nyugalom van, jólét van. Még azt is a szemünkre vetik, hogy azt mondjátok, amit az Orbán kormány mond minden nap. Ti is csak a háborúról beszéltek. Igen, még nem hullanak a bombák, még nem hoznak Oroszországból és Ukrajnából haza magyar katonák koporsóit. Még nem érezzük a háború veszteségeit. Legfeljebb egy kis inflációval vagyunk kitéve. De a háború itt van, Ukrajnában néhány száz kilométerre tőlünk háború folyik, valóságos háború. És ebben a háborúban, ha a NATO nincs is szervezetileg jelen, de minden egyes nyugati ország ott van. Az egész nyugati világ felzárkózott arra, hogy megsemmisítse Oroszországot. És ez még nem elég. Minden nap tesznek egy újabb és újabb lépést arra, hogy ezt a háborút kiszélesítsék. Fölvették a finneket a NATO-ba, most föl akarják venni a svédeket, a beloruszokat bele akarják ugrasztani ebbe a háborúba. Újabb és újabb fegyvereket, nehéz fegyvereket adnak az ukránoknak, csak hogy folytatódjék ez a háború. Hát akkor miről beszélünk? A háborút most kell megakadályozni, amikor majd hullanak a bombák és jönnek a rakéták, akkor már akármit tehetünk, azt a háborút nem tudjuk megakadályozni. És ha eljutunk odáig, akkor itt is eltűnik minden. Akkor nem lesz jólét, akkor lesz infláció, akkor lesz munkanélküliség, és lesz tömeges elégedetlenség. Cselekednünk ma kell, cselekednünk addig kell, amíg lehet. Amikor az első NATO könyv megjelent 95-ben, akkor elmondtuk, mivel fog majd járni, ha belépünk a NATO-ba. Bárcsak ne lett volna igazunk. Bárcsak. Azt mondtuk, ha belépünk a NATO-ba, akkor lesznek Magyarország területén külföldi katonák. Itt vannak a külföldi katonák. Veszprémbe, Székesfehérváron, Pápán, és néha még erre is eljönnek. Itt vannak az amerikaiak, az olaszok és sok mindenki más.
háborúba sodródhatunk, mondtuk akkor 28 éve. 20 évet voltunk Afganisztánban az amerikaiak oldalán. Hát kell ennél nagyobb háború. Most meg készül a magyar hadsereg, hogy majd valaki ellen szintén belépjen a háborúba. Mondtuk. Konfliktusok részesei lehetünk. És senki sem tudhatja, helyeznek el Magyarország területén atomfegyvereket, nukleáris rakétákat. Ha a lengyeleknél lehet, ha a románoknál lehet, akkor miért ne lehetne Magyarországon is? És ez mind bekövetkezhet. Bekövetkezhet, ha nem teszünk érte és ellene. Most az a kérdés, barátaim, hogyan mászhatunk ki ebből az életveszélyes lamasztikából? Lépjünk ki a NATO-ból, mondjuk. De legalábbis mondjuk azt meg a nyugatnak, hogy Magyarország nem vesz részt a NATO katonai akcióban. Nem akarunk háborúzni az oroszok ellen, és nem akarunk háborúzni másokkal szemben sem. Követelnünk kell, hogy Magyarország területére ne hozzanak atomfegyvert, mert azzal vége a függetlenségünknek, és vége a biztonságunknak. Követelnünk kell, hogy a magyar területet ne adják át a NATO csapatainak. Követelnünk kell, hogy a magyar természeti források, a magyar energiaforrások, a magyar élelmiszerkészletek felett ne a NATO parancsoljon, hanem csak mi magyarok. És nekünk ébernek kell lenni. Igen, itt Debrecenben is figyelni kell az eget, és vegyétek észre, amikor NATO repülőgépek mennek. És menjetek ki a vasútra, és nézzétek meg azokat a szállítmányokat, amelyel harckocsikat visznek Romániába, átverve bennünket, mert az az amerikai harckocsi meg megy át Ukrajnába. Meg figyelni kell az utakat, erről mindig szól a Honvédelmi Minisztérium, hogy kik és hogyan mennek amerikaiak, olaszok és mások a ti útjaitokon. És amikor amerikai tiszteket láttok a magyar kórházatokban, akkor figyeljetek oda, mert nem azért jöttek, hogy az ápolónőket megnézzék, hanem akarnak tőlünk valamit. Háborúra készülnek, és bennünket is be akarnak a háborúba taszítani. Beszéljünk az atomháború veszélyéről. Igen, itt van. A nyugat erről folyamatosan beszél. És ha atomháború kitör, akkor már nincs racionális megoldás. Akkor csak imádkozhatunk, hogy túléljük vagy sem. Tiltakozzunk az ellen, hogy Ukrajnát fölvegyék a NATO-ba. Semmi szükség Ukrajnába a NATO-ba. Tiltakozzunk az ellen, hogy az Európai Unió és a NATO egyre szorosabban közösen lép fel. Az Unió nem katonai szervezet, és nem szabad azzá tenni. Nem az Európai Unió dolga, hogy fegyvert szállítson bárkinek. És az ilyen döntéseket nem szabad a magyar kormánynak se megszavazni, se tudomásul venni. És ha már itt tartunk, mi támogatjuk a magyar kormány békepolitikáját, támogatjuk az erőfeszítéseit. Tudjuk, hogy nehéz ezt a politikát folytatni, de támogatni csak addig tudjuk, amíg valóban a békét szolgálják. Ha engedményt tesznek a nyugatnak, ha engedményt tesznek a NATO-nak, ha beleengedik sodorni Magyarországot a háborúba, akkor ránk nem számíthatnak. Támogassuk Oroszország jogos kívánságait, jogos biztonsági igényeit. Nincs olyan béke, amit Oroszország rovására lehet megoldani. Béke csak egy lehetséges, a mai realitásokra épülve, az oroszok biztonsági érdekeinek figyelembevételével. Barátaim, augusztus 20-a van ma, Szent István ünnepe. Köszöntjük ezen a napon az ország dolgozóit, a magyar embereket. Kívánjuk, hogy ez az ünnep békében teljen el. És kívánjuk szívből, hogy a következő év, és még a következő évtizedek is békét, nyugalmat, jólétet, virágzást hozzanak valamennyünk számára. De ezért tennünk kell. Becsüljük meg hát a magyar kenyeret, becsüljük meg a magyar falut, óvjuk meg a függetlenségünket, védjük meg a magyar államiságot, védjük, őrizzük és vigyük magunkkal jövőbe is mindazt, amit több mint 1000 évvel ezelőtt Szent István számunkra teremtett. Boldog ünnepet önöknek, érezzék jól magukat, és jöjjenek hozzánk minél többen. Köszönöm, hogy meghallgattak.